trianoni megemlékezést tartottak Vasadon. A Nemzeti Összetartozás napján a beszédet Marton József Zoltán polgármester mondta. A megemlékezésen részt vett Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő is. Most a rónák nyár tüzében ring a déli bár. Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormaim, nyílik már a bor, valamennyi vénakácfa, mennyasszony csokor. Zöld aranya pázsit sejme, kék ezüst a tó. Csendes éjjel, halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiömlött annyi drága vér, ezred évről mond mesét a szél. Húg a kő az ősi várfokán, honvéd áll a hargitán, s Erdély szent pécére zúgva száll, visszaszáll a magyar torulmadár. 103 évvel ezelőtt a világtörténelemben példátlan dolog történt. 1920. június 4-én, 16 óra 30 perckor Párizsban, Trianon palotában a győztes hatalmak képviselői és a magyar királyi kormány megbízottai aláírták a trianoni békeszerződésnek csúfolt diktátumot, mely Magyarországra nézve súlyos területi és emberi veszteségeket hozott. A diktátumot a magyarságot sújtó sorscsapásokhoz, a Mohácsi csatához, a világosi fegyverletétehez szokták hasonlítani. De Trianon több ennél. Trianon mindannyiunk szíve mélyén gyökerező gyász és fájdalom. A diktátum, amit a győztes hatalmak hazánkra kényszerítettek, megcsonkította, megnyomorította hazánkat és az egész magyarság lelkét. A kegyetlen tettre máig nincs magyarázat. A szerződés aláírásával hazánkat a végső bukásra akarták kárhoztatni. Tisztelt hölgyeim és uraim, a tények sokkolóak. Magyarország területe a világháború előtt 325 ezer négyzetkilométer volt, ebből Trianon 232 ezer négyzetkilométert vitt el. Gondoljunk bele, az ország területének több mint kétharmad részét egyetlen tolvonással elragadták tőlünk. De menjünk tovább. Magyarország lakossága a világháború előtt 20.886 ezer lélek volt. Ebből Trianon elvett 13.370 ezer embert. A trianoni diktátum idegen uralom alá tette az ország lakosságának kétharmad részét. Elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, úgy, mint a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, Aradot, a vértanúk városát, és még sorolhatnám. Megfosztottak minket szabad mozgásunktól, a nyílt tengertől, elvesztettük természeti kincseink óriási tömegét. Gazdaságunk elvesztette ásványlelőhelyét, fáját, szenét, olaját, ércét, szinte minden nyersanyagát. Jól működő gazdasági kapcsolatok szűntek meg. Vasútjaink, főútjaink jelentős része is a határ túloldalára került. A 22.081 km vasútvonalból 8.364 km maradt, megnehezítve ezzel a közlekedést és a kereskedelmet. Ennél még súlyosabbak azok a következmények, melyek magukat a magyarok sújtották. Alacsony kultúrájú közegbe került 3,5 millió magyar honfitársunk. Testvéreink a beolvasztási kísérletek alanyjával és az idegen hatalmak ellenségeivé váltak. Meg kellett küzdeniük nyelvükért, hagyományaikért, sokszor pedig puszta létükért. Családokat szakítottak szét, városokat, falvakat vágtak ketté. Az elszakított területekkel meggyengült kapcsolat miatt elvesztettük kultúránk nagy darabját. Az utódállamokban az eltépett magyarságot vallási, gazdasági és kulturális téren is a legborzasztóbban üldözték. Annak ellenére, hogy a békeszerződésben végig biztosították a kisebbségi jogokat. Magyarországot keresztre feszítették. Egy olyan bűnért, amit valójában el sem követett, hiszen nem volt szuverén állam. Ezután Európában mindenki azt várta, hogy a kivérzett magyar állam már csak vegetálni fog. De büszkeséggel mondhatjuk, ez nem így történt.
Magyarország a csodával határos módon hamarosan talpra állt, és olyan fejlődésport produkált, hogy az akkori pengő Európa 5. legerősebb pénzneme lett. Bárhogy is szerették volna a győztesek, méltóságunkat és nemzeti öntudatunkat nem tudták megtörni. A magyarság 1920 óta emlékezik, és büszkén vállalja a magyarságát, múltját, hagyományát. Azóta sem tudják szétszakítani az elcsatolt területeken élő és az anyaországban élő magyarság között a szoros köteléket. Legyünk büszkék arra, hogy kitart a magyar mellett, és hogy most már segítséget nyújthatunk mindazoknak, akik a határon túlrekedtek, de magyarnak vallják magukat. Mi itt, az anyaországban élők, sokat tehetünk ezen szent ügyünk szolgálójaként. Neveljük továbbra is úgy gyermekeinket, hogy ne legyenek közömpösek Trianon, sem a magyar nemzet iránt. Vállaljuk büszkén magyarságunkat, nyújtsunk mindig minden körülmények között segítőkezet a jelenlegi határainkon túl élő nemzettársainknak, és talán ami a legfontosabb, ne kötelességből, hanem lelkünk mélyén rejlő természetességből tegyük mindezt. Mint ahogy természetesnek a napnak a ragyogás, fának a növekedés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai trianoni megemlékezésünk rendhagyó, hiszen Vasad történelmében szinte nem volt még ilyen gyásznapunk, amikor nem csak a mi ajkunkról zengett a panasz, illetve a gyászszava, hanem velünk ünnepeltek az elcsatolt területeken lévő testvértelepülésünk képviselői. Én büszke vagyok, hogy a mai napon akár Gátról, akár Marcelházáról is sorolhatnám, akár Varsolcról is sorolhatnám testvértelepülésünket, itt vannak velünk, megoszthatják a gondolataikat a lelkünk mélyéről, és együtt tudunk megemlékezni Trianonról. A vasadi megemlékezésen beszédet mondott Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő is. Az ünnep az azt jelzi, hogyha valami jeles naphoz érkeztünk, hogyha a történelmünkben, vagy akár csak a családunkban valami olyan történt, amire érdemes mindig emlékezni, ami előre vitt bennünket. A gyász az egészen más. A gyász, búslakodás, emlékezés valami olyanra, ami visszafordíthatatlan, ami megfordíthatatlan. És gyászolni kell. A gyásznak megvan az ideje. De a túl hosszú gyász az elveszi az ember életkedvét, elveszi a tetrekészséget, elveszi az alkotókészséget. A gyászon túl kell lépni. De emlékezni kell. Emlékezni mindig kell. Emlékezni mindig kell. Erre a napra, amely a magyar történelem legnagyobb tragédiája. De ne higgyük azt, hogy június 4-e ez az egyetlen pillanat volt, ami az ország feldarabolásához vezetett. Volt egy virágzó ország, talán keveset beszélünk róla, vagy nem is sokat beszélünk róla, a századfordulóra Európa vezető élelmiszertermelő országai közé nőttünk. Nagyon erős mezőgazdasága volt Magyarországnak, és érdekes, hogy például malomiparban a világ legnagyobb városa, a legnagyobb malomipari városa Budapest volt. De például vasúti járműgyártásban az európai élvonalba tartoztunk, elláttuk mozdonyokkal, nem csak a környező országokat, hanem távoli földrészekre is eljutottak az eszközök. Fejlődött az ország, rendkívül gyorsan fejlődött. Aztán valami félresiklott az országvezetésben, a politikai vezetésben, valami félresiklott, és beléptünk egy háborúba, és kitartottunk egy háborúba mindvégig, miközben a szomszédaink a saját szempontjukból nagyon jól taktikáztak. Elég, ha csak arra gondolni, hogy Románia, amely egyszer kilépett a háborúból, majd visszalépett, újra kezdte, csak azért, mert megkapta az ígéretet, megkapta Erdély ígéretét. Nem Trianonban dőlt el minden, nem egyetlen napon. Hibás politikai országvezetési döntések sorozata juttatott ide bennünket. És persze nem segített az sem, hogy egy tragikus kísérlet második zászlóvivői lettünk, a kommunizmus kísérletének második zászlóvivői lettünk, és nem volt olyan politikus, aki Európában Magyarországért kiállt volna. Az országgyűlési képviselő gondolatai után a felvidéki Marcelháza község polgármestere Varga Ervin mondta el megemlékező beszédét. Küzdelmes évek állnak a magyar nép mögött Európa e viharos szögletében, a népek országútján.
Igen kegyetlen iskolába járatta a történelem a magyar népet. De népünk olyan, mint a kova. Mentől inkább ütik, annál jobban szikrázik. Remélem, az elmúlt század viharaiban szétszabdalt ország a baráti kapcsolatok révén is közelebb került a kisebbségi sorban élő, de mái napig magyarként tenni akaró és nemzetiségét tudatos szándékkal felvállaló magyarokhoz. Az elmúlt évszázadokban sokszor voltunk legyőzött vagy megtiport állapotban, és ami a 20. században az ország eddigi legrettenetesebb szétdarabolásához vezetett. A nemzet hatalmi úton bekövetkezett 7 részre tépettségére még nem volt példa. A versailles-i Trianon kastélyban a magyar békedelegáció vezetője aláírta az 1000 éves történelmi Magyarország halotti bizonyítványának tekinthető diktátumot. A trianoni békediktátum csonkává nyomorította Magyarországot, és a veszteség, mint egy 3,5 millió magyar elszakítása, túlment minden lehetőség határán. Miközben Prágában, Belgrádban, Zágrábban és Bukarestben tort ült a nemzeti nacionalizmus, addig ezen a napon Magyarországon zúgtak a gyászharangok, lengtek a fekete zászlók. Egy egész nemzetet büntettek egy elvesztett háborúért olyan drasztikusan, melyre nincs példa a történelemben. A folytatásban Dénes András, Warscholz polgármestere mondta el beszédét. Én bárhol a világon mindig tudnod kell, hogy nem vagy egyedül, ha vannak barátaid, akikkel jó eső érzést találkozni, akiket jó viszont látni, akikkel jó együtt lenni, akikkel felemelő érzés ünnepelni. Én bárhol a nagyvilágban tudnod kell, hogy ki vagy, mely nemzethez tartozol, hol vannak a gyökereid. Tudnod és érezned kell, hogy tartozol valahová, különben az ének szavaival fogalmazva, ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Felemelő érzés itt lenni és önökkel együtt ünnepelni egy olyan közösséggel, amely nem feledi el a múltat, hanem sokkal inkább tiszteli, ápolja és élteti emlékét. Magyar történelem gyászos eseményére emlékezünk ma. 1920. június 4-én a világtörténelemben is példátlan döntés született. A győztes nagyhatalmak ekkor írták alá azt a diktátumot, amely megváltoztatta Magyarország földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetét. Szétdarabolódott az ország. Emberek százezrei rekedtek az ország határon kívülre. A mai napon ezekre az emberi tragédiákra emlékezünk, mert ez érintett engem is személyesen. A nagyszüleim, a szüleim és az én generációm sem nem lehettek magyar állampolgárok egyik napról a másikra. Bizonytalanság, félelem, dű, keserűség és az állandó reménykedés határozta meg a családok életét évtizedekre, mert nem tudták elhinni az elfogadhatatlant. 90 év után a sebre balzsamként érkezett az országgyűlési határozat, amely június 4-ét az összetartozás napjává nyilvánította. Összetartozunk, hiszen összeköt minket a közös múlt, a történelmünk, az anyanyelvünk, az irodalmunk, kereszténységünk. Bár vannak, akik igyekeznek ezt a tényt elvitatni tőlünk. Magyarországban soha nem idegen turistaként érkezünk, hiszen itt megértik azt, amit beszélünk, ugyanarra a népzenei ritmusra dobban a szívünk és indul a lábunk. Együtt énekeljük a himnuszt, szavaljuk Petőfi Sándor költeményét, mert ez mindannyiunké. Nem kellett ezt külön udvariasságból megtanulnunk. De az, hogy a mai napon a Vasadi, a Marcellházi, a Gáti és a Varsóciak közösen ünnepelnek, az bizonyítja, hogy nem lehet a magyar nemzetet csak úgy szétválasztani és megosztani. A testvériség, az összetartozás, az összefogás tudatába erősödünk ma itt, e jeles eseményen.
Ez az emlékmű évtizedek múlva is hirdeti majd a Vasad és a határon túli települések barátságát, összetartozását, testvériségét. Bár egymástól távol élünk, érezzük, hogy kapcsolatunk nem a véletlen műve, hanem a közös, történelmi múlt, az azonos nemzeti tudat, az, ami összekapcsol minket. Bár szinte nincs olyan közösségi esemény a két településen, amelyen nem együtt ünnepelnénk, és ez így van jó. Ez a mai nap, ez az emléktábla, kopjafa pedig arról tesz tanúbizonyságot, hogy a jövőbeni terveink is azonosak nekünk, a Kárpát-medencében élő magyaroknak. Kívánom, hogy legyünk büszkék erre mindannyian. Kívánom, hogy sokszor és sokat beszélhessünk közös dolgainkról. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Köszönöm, hogy meghallgattak. A trianoni megemlékezést Vasadon a koszorúzás zárta. Repülj, madár, repülj, keresd ki messze él. Ki hazájától távol van, de erejében magyar a vér. Szívében még tiszta, hull legendát rej. Egy igaz magyar ember, ki soha semmit nem felej. A láthatatlan bélyeg ott ragyog a homlokán. Ki magyarnak született, nem felejti el dalát. Ki tősi vére diktál, hogy védje a hazát. Bárhol él a világban, énekli himnuszát. Isten áld meg végre a magyar, soha semmi rosszat nem akar. Mégis vérbe gázolt a lába, történelem mocsarába. Nyújts feléje időkart, Uram, magyar ne legyen boldogtalan. Bárhol is él a nagy világban, adjon Isten áldást reája. Ezer felé szakad a magyar nemzetünk, hát fohászkodva kérünk, segíts nekünk Istenünk. Ne engedd el kezünket, vezess a jó úton, hogy szívünkben érezzük, még ma is összetartozunk. Isten áld meg végre a magyar, soha semmi rosszat nem akar. Mégis vérben táncolt a lába, a történelem mocsarába. Nyújts feléje védőkart, Uram, magyar ne legyen boldogtalan. Bárhol is él a nagy világban, adjon Isten áldást rája. Bárhol is él a nagy világban, adjon Isten áldást rája.